Az elmúlt napokban kiderült tények alapján mit lehet biztosan tudni arról az összeállt ellenzéki formációról, amely még október környékén nagyon erőteljesen úgy tűnt, és a közvélemény kutatások is azért azt mutatták, hogy eséllyel szállhat szembe a jelenlegi kormánykoalícióval. Ugye már a választások előtt a napvilágot látott, illetve kiszivárgott különböző sajtóértesülések, meg sajtóhírek alapján azt azért lehetett sejteni, hogy az együttműködés az messze nem annyira zökkenőmentes, mint amennyire ők ezt próbálják beállítani. Emlékezzünk csak arra, hogy az országos lista az milyen kinkeservesen állt elő, illetve hogy a program bejelentése mennyi időt vett igénybe, és még a program bemutató is az eredetileg tervezethez képest órákat késett, de ugye a most nyilvánosságra került írás alapján pedig azért egészen nyilvánvalóan látszik az, hogy gyakorlatilag az a fajta teljes összefogása a szocialistáktól, a liberálisokon keresztül a jobbikig az ellenzéknek, pusztán azért, hogy hatalom technikailag ők versenyezzenek a kormánypártokkal, versenyezzenek a KDNP-vel, a Fidesz-KDNP-vel, az eleve halva született elképzelés volt, mert hogy nem csak személyes ellentétek feszítették, és itt azért nagyon jól ki lehet domborítani mondjuk Jakab Péter és Márki-Zay Péter közötti személyes ellentétet, illetve Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter közötti személyes ellentétet is, de hogy egyébként programbeli alapvetésekben sem értettek egyet. És ugye a felszín alatt ez végigkövette az egész folyamatot, és biztosan tudjuk, hogy azért többen voltak olyanok most már, hát most már biztosan tudjuk, hogy többen voltak olyanok az ellenzéki összefogásban, akár Gyurcsány Ferenc, akár Jakab Péter, akik eleve azt prognosztizálták, hogy Márki-Zay Péter személye, habitusa, az ő világhoz való hozzáállása, az ő politikai gondolkodása, az veszélyezteti az ő vélt győzelmüket, és ez később be is bizonyosodott. Nyilván ezt nem lehet egyedül Márki-Zay Péter nyakába varni az ellenzéknek az egyébként katasztrofális vereségét, de nyilván hatalmas szerepe volt benne, hiszen ugye többen kompromisszumképtelen személynek írták őt le, aki tényleg olyan mikromenedzselésébe igyekezett belefolyni a kampánynak, mint hogy milyen legyen a nyílnak a dőrészege a plakáton, vagy milyen legyen a betű. De most egy miniszterelnök jelöltnek azért ennél jóval fontosabb, illetve nagyobb léptékű szerepe kellene, hogy legyen. De itt azért alapvetően az összefogásban résztvevő pártokat sem lehet megkerülni, mert még egyszer mondom, pusztán hatalom technikai okok miatt kötöttek különböző alkukat, gondoljunk a DK Jobbik paktumra az egyéni választókerületek kapcsán, és ezzel a hozzáállással nem tudták felvenni a versenyt valós üzenetek nélkül a kormánypártokkal, a Fidesz-KDNP-vel. A Direkt 36-nak a cikkéből, mert hogy azt azért nem szabad elhallgatni, hogy ennek a történetnek ők jártak alaposan utána, az is kiderül számomra, hogy azért nagy tévedés nem volt abban a kormány oldali kampányban, hogy itt az ellenzéknek a vezetője, teljesen mindegy, hogy egyébként a frontvonalban Márki-Zay Pétert, vagy Karácsony Gergelyt, vagy mikor kit toltak, ennek ellenére mégiscsak Gyurcsány Ferenc volt. Erről egyébként a leginkább az a tény árulkodik, hogy az úgynevezett elnökök elnevezésű Szignál csoportban, most az utolsó mondatot idézem ebből a cikkből, április 4-én Márki-Zay Péter kapott egy olyan értesítést, hogy Gyurcsány Ferenc eltávolított önt ebből a csoportból. Jó, ez csak egy szimbolikus része volt, viszont a feltárt kis titkoknak a sokasága árulkodott arról, hogy a karmester, akárhogyan is nézzük, mégiscsak Gyurcsány Ferenc volt egészen végig. Azért a szimbolikus dolgokhoz tegyünk hozzá annyit, hogy ahhoz, hogy valaki eltávolíthasson valakit egy ilyen csoportból, az adminisztrátornak kell lenni, és adminisztrátori jogokkal kell rendelkezni, zárójel bezárva. De valóban, hogyha megnézzük, azért itt egy igyekeztek pajzsra emelni egy olyan Márki-Zay Pétert, akiről azt vélelmezték, hogy képes eljátszani azt a szerepet, hogy megszólítson jobboldali, megszólítson konzervatív szavazókat, de valójában az irányítás, nem lévén saját pártja, nem lévén lehetősége saját frakcióra az országgyűlésben, hiszen ezt is megtagadták tőle. A karmesteri pálca az egy pillanatig nem volt az ő kezében, azért az egészen világosan látszik, és látszott talán már egyébként akkor is, hanem a valós irányítás, akár győzelem, akár vereség esetén,
a valós irányítás az egyértelműen a DK elnökének, Gyurcsány Ferencnek a kezében van, és azt gondolom, hogy még a Gyurcsány Ferenccel nem szimpatizálók is azért nagy többségben elismerik azt, hogy ő az egyetlen olyan ember az ellenzéki palettán, akinek politikában, politikai szervezésben, politikai kultúrában tapasztalata van, jártassága van, és ő tudja, hogy hogyan kell működtetni egy pártot, azért azt tegyük hozzá, és ez megint egy zárójeles megjegyzés, hogy az ellenzéki formátumok közül a demokratikus koalíció az egyetlen olyan, amelyik valóban pártként működik, pártként funkcionál, és lehetősége van arra, hogy ez így is maradjon, és nem ilyen szétesés szélén táncoló szervezetekről beszélünk, mint akár a Jobbik, akár az MSZP, de gondolhatunk az LMP-re is, amelyiknek frakciója is csak azért van, mert Gyurcsány Ferenc átengedett nekik egy mandátumot. És hát ebből adódóan az ellenzék vezetője is a következő ciklusban vélhetőleg Gyurcsány Ferenc a DK elnöke marad, akinek a miniszterelnök megválasztásának napján elmondott beszédére a következő percekben, mármint hogy a következő interjú alanyommal ki fogunk majd térni, ő ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász lesz. Én viszont szeretném, hogyha most tovább lépnénk az aktív politikára, vagyis a tenni akaró politikára. Orbán Viktor a megválasztásakor elmondott egy nagyon sokat mondó, nagyon harcos beszédet. Az ön számára mi volt a legfőbb üzenet a következő 4 év ciklusára vonatkoztatva ebben a beszédben, illetve mi az üzenete annak a kormányzatnak, amit összeállított, és amelyet harcosok klubja néven a nyilvánosság elé tárt a kormányfő? Kettő már, mint a beszéd üzenete és a kormányzati összetétel üzenete, az nyilvánvalóan összefügg, mert hogy a következő években, de egyébként ezt az évtizedet is megnevezhetjük, egy olyan időszak előtt fogunk állni, amelyik kihívásokban fog bővelkedni. Hogyha megnézzük a mögöttünk hagyott időszakot, most a koronavírus válság előtti időszakra gondolok, akkor azért az egy ahhoz az időszakhoz képest, ami előttünk áll, egy sokkal egyszerűbbnek tűnő időszak volt, hiszen most nem hagytuk még teljesen magunk mögött a koronavírusnak az egészségügyi részét, de a gazdasági része az még igazából előttünk áll. Van mellettünk, tőlünk keletre, a határainktól keletre egy orosz-ukrán konfliktus, egy háború, ami bármikor ér véget, annak a gazdasági hatásai azok hosszú ideig velünk maradnak. Ennek van egy speciális válfaja, ez egy élelmezési válság, mert hogy Oroszország és Ukrajna is jelentős gabonaexportőr, és az élelmezési válság az úgy kapcsolódik Magyarországhoz, hogy ennek a búzának egy jó része azokban az országokban ment, ahonnan egyébként a menekült hullámok, a migráns hullámok indulnak el, tehát valószínűleg egy migrációs hullám is velünk lesz. Tehát az lehet az üzenete, én azt gondolom, mind a kormány összetételének, mind a miniszterelnök beszédének, hogy itt egy kemény kihívásokkal tüzdelt időszak elé nézünk, amihez, amelynek a megoldásához és a menedzseléséhez valóban olyan emberek kellenek, akik képesek szembenézni ezekkel a kihívásokkal. Egy apró gondolat még, ami nagyon fontos, hogy van egy, ha megnézzük a tárcát, akkor nagyon sok olyan miniszteri poszt jött létre, amelyik gazdasággal foglalkozik, innovációval foglalkozik, és ez azért fontos, hogy fenn lehessen tartani azt a folyamatot, ami a mögöttünk álló időszakban is látszott, hogy annak ellenére, hogy gazdasági válság tünetek vannak a világban, annak ellenére a magyar gazdaságot növekvő pályán lehessen tartani. Igen, erről beszélgettünk egyébként az elmúlt bőn egyed órában Csat Magdolnával is. Még egyetlen kérdésem lenne, ilyen összefüggésben, amit itt az imént elmondott, az, hogy nincsenek külön szakpolitikákkal foglalkozó kis tárcák, amit egyébként a szakmai szervezetek többsége nagyon hiányol, hogy csak a két legfontosabbra gondoljak, az egészségügy, illetve az oktatás, az jelente hátrányt a magyar kormányzás szempontjából az ön meglátása szerint? Azt gondolom, hogy ezeknél a területeknél az a lényegi kérdés, hogy maga a feladatkör, maga a terület az működjön, és az egy szimbolikus lépés, hogy van-e önálló tárcája, vagy nincs-e önálló tárcája. Azért arra emlékeztetnék, hogy a 2010-et megelőző kormányzati ciklusban, amikor olyan nagy nevű kórházakat zártak be, mint a Söftmérei úti kórház, vagy éppen az OPNI, akkor volt önálló egészségügyi minisztérium, szocialista liberális
kormányzat fenntartott önálló egészségügyi minisztériumot, és láttuk az eredményeit. A önálló oktatási minisztériumot is fenntartottak, és rengeteg pedagógust bocsátottak el. A DK mai aktív képviselői Arató Gergely volt akkor az oktatási államtitkár, aki örömét fejezte ki, hogy csak ennyi tanárt kellett elbocsátani. Szóval önmagában az, hogy a rendszerben van-e ilyen minisztérium, vagy nincs, az nem a valódi kérdés. A valódi kérdés az, hogy működjenek ezek a struktúrák.